Köszöntök mindenkit, aki itt van. Nem akarok nagy beszédet mondani, egyetlen dolgom van. Ugye az autonómia, amikor megalakult, akkor hát ez úgy történt, hogy Bíró András ugye hazajött, és rettenetesen boldogtalan volt attól, hogy itt a civil társadalom milyen gyenge, és a rasszizmus milyen erős, és akkor itt most valami történjen. És így jött létre az autonómia, aminek én elég hosszú ideig voltam a kuratóriumi elnöke, az első elnöke. És hát az igazság az, és nyilván itt nagyon sok szó volt erről és lesz erről, hogy az autonómia egy fantasztikus kísérlet volt és maradt, és azt hiszem, hogy ez még nagyon sokáig így is lesz. Nem tudom, hogy hol az Anna, hogy ezt veszi ezt az adást. Annyiban fantasztikus a kísérlet, mert bizalom volt a civil társadalomban, és bizalom volt abban, hogy a cigányok azok pontosan ugyanolyanok, mint a civil társadalom bármilyen tagja, és ez a bizalom valahogy alapja volt annak, hogy elindult valami. Én azt hiszem, hogy enélkül semmi nem fog továbbra sem történni, és azt hiszem, hogy az autonómia ebben, most ezt nagyon komolyan mondom, bizonyos értelemben a legjobb fajta civil szerveződés. Az egyik szépsége persze az, hogy nem az államra támaszkodik. Most ez egy elég fantasztikus dolog, hogy sikerül neki megoldani a létét úgy, hogy mondjam, jó, jobbra pályázik, balra pályázik, de valamennyire fenntartatóvá tette magát, anélkül, hogy bármilyen kiszolgáltatottság lenne. És még egyszer mondom, a másik fantasztikus része ennek a dolognak az, hogy magától értődő módon vált, azt hiszem, részévé annak, amit úgy lehet mondani, hogy igen, mindennek ellenére, ami történik, és mindennek ellenére, ami megaláztatást, itt sok embernek el kell szenvednie, léteznek szerveződések, és léteznek emberek, akik úgy gondolják, hogy mindez elfogadhatatlan, méltánytalan, és csak ez ellen téve lehet egyáltalán egy picit arról gondolkozni, hogy ez az ország egy tisztességes és egybetartozó ország maradjon. Hát ezért szeretem én az autonómiát, mert ezen az úton megy, és örülök a 20 évének, meg a következő 10-20-30-100 évének. És köszönöm, hogy meghallgattam.